Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a földön, amit úgy egy időre megkaptunk a Jóistentől, hogy mi viseljük gondját. Tanítványainknak néhány tagja, de a nemzetség közül is van már öt, akit mi neveltünk ki a Jóisten segítségével. És hát a kezdetek kezdetétől 11 éve főszervező között vagyok a Fényünnepen, a Jurta Fesztiválon. Aki marad estig, akkor az még fog találkozni. Vigyázzat, minden nőt meg fog ma ölelni, aki átjön a parázson. Mert mindig tárt karokkor várom az embereket a parázsnak a túloldalán. Egyébként a Tudó Emberek Iskolájának vagyok az alapítója és a vezetője. Lassan 22 éve foglalkozom, ahogy az embereknek segítsek, és 12. éve tanítom is ezt az embereknek, hogy ősi, magyar, egyszerű, roppant egyszerű módszerekkel hogyan lehet nagyon-nagyon sokat segíteni az embertársainknak. Nem az a típus, én nem mondom magam hagyományőrzőnek, mert a hagyományokat szerintem megélni kell, és folytatni, őrizni a tüzet kell, ápolni meg a beteget. Tehát nem tartom magam hagyományőrzőnek. Ezzel szemben mi ott lakunk abban a tanyában, ott a kertünk, ahonnan mi élünk, ott vannak a kis mangalicáink, csirke, kacsa, liba, tehát mi önellátó életet folytatunk, ami nem büszkeség, hanem inkább úgy gondolom, hogy alapvető dolog, ha erről beszél az ember. Mert akkor beszéljünk valamiről, amikor valamit már megcsináltunk. Tehát hamarosan ki is lesz írva egyébként a kapura, hogy mindenkit szeretettel várunk, és mindenkivel leülök, szívesen iszok egy pohár bort, és eszek egy tál ételt a vendégem, aki már valamit csinált. Tehát szilárd meggyőződésünk, hogy a vélemények azok nem változtatnak a világon, csak a cselekedetek. Ezért néhány barátom és nemzetségfőtársammal is a tanítványaimmal szó szerint sok vérrel és verejtékkel létrehoztuk ezt a szerhelyet. Tehát 30 ezer kiló követ törtünk meg kézzel. Ez az ellipszis, ahol állnak a jurták, ez 211 méter a teljes hossza, 211 méter 30 cm, ez 70 cm mélyen, 40 cm szélesen lett kiásva, 30 cm vastagon lett meghordva kővel, majd visszatemetve. A belső ellipszis, ami a szertérnek a határa, az 42 méter a teljes kerülete, ott 50 cm vastagon raktuk meg kővel, és jövő évben tervezzük befejezni ezt a Hun naptemplomot, mert így hívták az őseink. Akkor bekerülne a 24 Hun törzsnek a szimbólumával a faragott oszlopok, a megfelelő kristályokkal, ásványokkal, gazdagítva és fémekkel, és remélhetőleg akkor be is teljesíti a szerepét ez a szerhely, amit azért csináltunk. Azért dolgoztunk rajta ennyit. Egyrészt szeretnénk, hogy az utódaink is méltán gondoljanak vissza ránk, ne kelljen szégyenkezniük, mivel hogy mi is büszkén gondolunk az ősökre, ezért úgy gondoljuk, hogy folytatni kell az utat, és túl sok véleményt hallottunk, túl sok hétvégi hagyományőrzőt láttunk, túl sok olyat láttunk, ami nem illik össze egyik a másikkal, amiről beszél meg, amit csinál, és ezért úgy gondoltunk, hogy megpróbálunk példát mutatni. Abban a reményben, hogy mindenki ettől csak jobban fogja csinálni. Mindenki